az LWR73044BE típus jelzésű AEG mosószárítógép 60 cm széles, ajtófogantyúját is beleszámítva 66 cm a mélység mérete és 85 cm a készülék magassága. Energiaosztályba sorolását tekintve mosásnál A kategóriás, mosás és szárításnál együttesen pedig D besorolást kapott a készülék. Ez azt jelenti, hogy 100 mosási ciklus alatt összesen 50 kWh áramot használ, ha mosunk és szárítunk ugyancsak 100-at, akkor pedig összesen 342 kWh az energiafogyasztás. 11 kg mosási kapacitással 7 kg szárítási töltett mennyiséggel rendelkezik, mosásonként 50 literes, mosás és szárításnál pedig 85 literes együttesen a vízfelhasználás. A készüléknek az 1400-as maximális centrifuga fordulatszám használatakor pedig 73 decibelles a zajszintje. Középső gomb megnyomásával tudjuk bekapcsolni a készüléket, és akkor már ki tudjuk választani a betett ruha anyagának megfelelő programot. Ezek közül megtalálható a 40-60 fokos energiatakarékos program, de van benne pamut, szintetikus, kímélő, gyapjú és kézi mosás helyettesítő program, kültéri sportruházathoz egy önálló mosás, van benne egy belső géptisztító program, van benne egy 20 perces gyors mosás, vagy pedig 1 kg ruhát ugyancsak mosni és szárítani 60 perc alatt tudja a készülék. Van benne egy mixload program, amikor is 69 perc alatt 8 kg pamut és kevert szálas anyagot válogatás nélkül egy programon belül képes kimosni a készülék. Van benne egy fertőtlenítő mosás, ami gőzfunkcióval fejeződik be, de lehet vele csak áztatni és csak centrizni is. A kijelzőn mindig a kiválasztott program adatai láthatók, mutatja a hőfokot, a centrifuga fordulatszámot, a programfutás idejét, illetve piktogramok segítségével pedig mutatja, hogy milyen fázisokból tevődik össze a kiválasztott program, működés közben pedig azaz egy piktogram világít mindig majd, ahol éppen tart a mosáson belül. A hőfokot és a fordulatszámot a kijelző alatt lévő érintőpanelek segítségével tetszés szerint tudjuk módosítani. Ugye a pamut programnál 95 fokos főzőmosás lehetőségét is felkínálja, ezen kívül ugye 60, 50, 40, 30, illetve 20 fokos program, és van egy hidegvizes mosási lehetőség is. Bizonyos programoknál megjelenik a zöld levél piktogram, ez annál a programnál, illetve azon opciók mellett jelenik meg, amikor is a legenergia hatékonyabban tudja véghez vinni a mosást a készülék. A centrifuga fordulatszám szintén a kijelző alatt lévő érintőpanellel módosítható, 1004-ről indítva 200-asával tudjuk csökkenteni egészen 400-ig. Az alatt van egy öblítő stop funkció, amikor az utolsó öblítési ciklus vizébe marad a ruha, illetve van egy alacsonyabb zajszinttel történő mosási lehetőség, ha például éjszaka szeretnénk elindítani, akkor ez hasznos tud lenni. Az alapprogramot ki tudjuk egészíteni foltisztítással, illetve előmosással, illetve ugyanezen érintő panel 3 másodpercig nyomva tartásával ki tudjuk választani a plusz öblítési ciklust is. A kiválasztott programoknál megvan az a lehetőség is, hogy ne mossuk, hanem egy gőz segítségével, egy úgynevezett gőzfrissítő programot indítunk el. Itt 1 kg ruhát 25 perc alatt képes átgőzölni, ez ugye száraz ruhára értendő és elsősorban tiszta ruhára, tehát például amit szekrénybe tároltunk hónapokon keresztül, ezt kivesszük, bedobjuk, átgőzöli, kiszedi a kisebb gyűrődéseket, eltünteti az állott szekrényszagot, illetve felpuhítja a ruha anyagát. A programfutás idejét ugye látjuk a jobb felső sarokba, ha kevésbé szennyezett ruhát mosunk, akkor az óra piktogram többszöri megérintésével a 2 óra 19 perces programot le tudjuk csökkenteni 1 óra 53 percre, újbóli megérintésével pedig 52 percre, tehát gyakorlatilag ugyanazon a program fut le rövidebb idő alatt, ugyanazokból a mosási fázisokból is fog összeállni, csak a ciklusokat fogja hamarabb befejezni és lép a következőre majd. A módérintő panel segítségével ki tudjuk választani, hogy csak mosni szeretnénk, mosni és szárítani együtt, illetve csak a szárító funkciót szeretnénk használni. Szárító funkciónál ki tudjuk azt választani, hogy milyen végeredményt szeretnénk, ugye lehet ez a vasalás száraz, szekrény száraz vagy az extra száraz végeredmény, illetve ezen felül idővezérelt szárítás is beállítható, ugye 10 percről indulva, 5 perces ugrásokkal tetszés szerint meg tudjuk határozni azt, hogy hány perc alatt szeretnénk, hogy befejezze a készülék a szárítást, arra viszont célszerű figyelni, hogy minél rövidebb az időtartam, annál magasabb hőfokon dolgozik, tehát kényes textíliát idővezérelt szárításra nem javasolt betenni, ott mindig hagyatkozzunk a gyári programokra.
Arra is van lehetőség, hogy késleltessük az indítást, illetve egész pontosan a kijelzőn látható időtartam az már a program végét jelöli, tehát azt tudjuk meghatározni, hogy mennyi idő múlva szeretnénk, hogy befejezze a készülék a szárítást, tehát késleltetve indul, de a kijelzőn látható érték, illetve időtartam az a program végét fogja jelezni. Ha megnézzük a készülék belsejét, ugye a nagyméretű betöltőnyílás mögött található az a nagyméretű dob, amely a 11 kg mosásra alkalmas. A újfajta dob kialakításnak köszönhetően pedig ugye az ilyen párnaszerű domborlatokat kapott a belső felület, ennek köszönhetően kisebb felülettel érintkezik a ruha, amikor lecsúszik a dob falán, tehát kevésbé fog kifényesedni, illetve a sokkal apróbb lyukaknak köszönhetően pedig nem tud kitüremkedni a ruha anyaga ugye a lyukakon, tehát nem fog megnyúlni a textília. Ez a mosószárító is Walmart Blue besorolás kapott. Ez azt jelenti, hogy nem csak energiahatékonyan, de rendkívül kíméletesen is kezeli még a gyapjú textiliát is. A készülék invertermotoros, az ilyen típusú motorra gyártó 10 év garanciát ad, csak regisztrálni kell az aeg.hu internetes oldalon a készülék vásárlását. A jobb alsó sarokban az ajtó mögött található meg az a szűrő, amit bizonyos időközönként karbantartás jelleggel tisztítani kell. Egyszerűen ezt ki kell tekerni, kivesszük a szűrőt, benne lévő szennyeződést, ha eltávolítottuk, majd visszatettük, akkor tudjuk folytatni a mosást, illetve a szárítást. A készüléknek a mosószeradagolója ugye a kezelőfelület bal oldalán kapott helyet, hagyományos, klasszikus háromrekeszes kialakítással, külön rekesz van az előmosószernek, külön a főmosószernek, illetve középre pedig az öblítőszer helyezhető el. A mosószeradagoló egyébként kivehető, és tudja kezelni a folyékony, illetve a poralapú tisztítószert is. Ha mosóporral használjuk a készüléket, akkor ennek a szürke lamellának ebbe a felső vízszintes állásba kell állni, ha viszont folyékony mosószerrel szeretnénk mosni, akkor le kell billenteni, hogy ne folyjon ki a tisztítószer idő előtt, csak a megfelelő ciklusnál majd. A mosószeradagolót egyébként szét tudjuk szedni, tehát könnyen tudjuk takarítani minden részét. AEG mosószárítógép 11 kg mosási, 7 kg szárítási kapacitással, 1400-as centrifuga fordulattal, inverter motorral, késletetett indítási lehetőséggel, illetve gőzfunkcióval.